Közéleti magazinunkat látják, üdvözlöm nézőinket, kezdünk is. Az Európai Unió által társfinanszírozott Setup Interreg Europe projekt az elektromos okos hálózatokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatcserét támogatja, abból a célból, hogy elősegítse az okos elektromos mérők jelenleginél kiterjedtebb használatát, valamint további energetikai megoldások, úgy mint a helyi villamosáram előállítása, napszakok energiafogyasztását figyelembe vevő áramellátás, és a többi elérhetővé tételét. Az elmúlt évek munkájáról és eredményeiről konferencián számoltak be a szakemberek. A Tolna megyei fejlesztési ügynökség nonprofit közhasznú Kft. Február végén elektromos okosmérés, okos hálózatok és kapcsolódó megyei fejlesztésekről tartott tájékoztatót a PTS szexárdi karán. Pálmai Zsolt a megyei fejlesztési ügynökség külső szakértőjeként tartott előadást a Setup projektben megvalósult eredményekről. A Setup projekt az egy nemzetközi együttműködési projekt, és alapvetően elektromos okosmérésről, illetve elektromos okos hálózatokról szól. Az okosmérés az egy olyan villamos mérést, villamos fogyasztásmérést jelent, ahol negyed óránként a villamos mérő, ami telepítve van családoknál, háztartásokban, jelet küld a rendszerüzemeltetőnek, ahonnan kapja az áramot maga a háztartás, és így akkor nyomon követhetővé válik a lakás, vagy hát a lakók számára az, hogy mikor fogyasztanak sokat, mikor fogyasztanak keveset. Az okos hálózat az pedig gyakorlatilag ezeket a kis egységeket, nem csak okos mérést, hanem még sok eleme van, az összeköti egész rendszerbe, és ott a rendszer egészében nézi, hogy a elektromos energia kínálat és az elektromos energia kereslet az hogyan változik időben, és akkor a kettőt azt próbálja gyakorlatilag optimálisan kiegyenlíteni, úgy befolyásolja a kínálatot, vagy pedig ösztönözőket ad a kereslet a fogyasztóknak, hogy most akkor ne fogyasszatok annyit, vagy máskor fogyasszatok többet. Az Európai Unió által társfinanszírozott Setup Interreg Europe projekt az elektromos okos hálózatokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalatcserét támogatja abból a célból, hogy elősegítse az okos elektromos mérők jelenleginél kiterjedtebb használatát, valamint további energetikai elérhetővé tételét. Az utóbbiakkal együtt létrejövő úgynevezett elektromos okos hálózatok hatással vannak nem csak az energiafogyasztásra, hanem az érintett térségek lakosságának energiatudatosságát is kedvező irányban befolyásolják. Társadalmi célja a projektnek gyakorlatilag, hogy hogyan népszerűsítsük az okos mérést, okos hálózatokat, hogyan vonjunk be minél több háztartást. Ez alatt azt értem, hogy a magyarországi viszonylatban inkább információt kell szolgáltatni erről, hogy ez létezik és van, és tájékoztatni kell a lakosságot, hogy mondjuk egy okos mérőnek a telepítésével 1000-1500 forintnyi megtakarítás érhető el, azáltal, hogy tudatosabban fogyaszt. A Setup projekt magyarországi célterületét Tolna megye alkotja. Kis Balázs, a Tolna megyei fejlesztési ügynökség projektmenedzsere, az ott folyó munkáról beszélt. Az ügynökség 2017-ben a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség útjaként jött létre. A fejlesztési ügynökségtől rögtön megörököltünk tulajdonképpen két nemzetközi projektet, az imént bemutatott Boost CE projektet és a Setup projektet. Jelenleg ezekkel foglalkozunk, illetve pályázunk és pályáztunk is több nemzetközi európai területi együttműködési projektben való részvételre. Jelenleg ezt tekinthetjük a legfőbb feladatunknak. Próbáljuk a nemzetközi partnerséggel járó erőnyöket, a nemzetközi jó gyakorlatokat, közvetlen brüsszeli forrásokat eljutatni a megyébe. Központi Okos Mérés ZRT a Magyar Villamos Művek Csoport tagjaként foglalkozik okos mérők telepítésével. Itt az okos mérés az nem csak elektromos okos mérést jelent, hanem a hőmennyiségnek, illetve a vízfogyasztásnak is az okos mérését, tehát ott is van lehetőség arra, hogy folyamatosan nyomon kövessük a fogyasztást. A Központi Okos Mérés ZRT-nek a projektje 2015 és 2018 között fut. Alapvetően 50 ezer főnél nagyobb magyarországi önkormányzatokat szerte az országban céloz meg. A térségből, Tolna megyéből Paks és Baranya megyéből pedig Pécs városa vesznek részt benne. Itt alapvetően önkormányzati tulajdonú ingatlanokban elektromos okosmérés, tehát a villanyfogyasztás okosmérése zajlik. Ez egy mindenképpen egy megalapozó projekt és egy jó projekt, mert az önkormányzatok azok jelentős intézményfenntartók, jelentős fogyasztók e tekintetben is, tehát már az ő magatartásukat befolyásolni az egy jó példa, amit majd a lakosságnak is a későbbiekben tovább tudnak adni.
Több kilométeren sikerült megtisztítani az utak melletti területeket a Szeméttől Zomba környékén. A településen működő zöld almakul klub kezdeményezése volt a tavaszi és az őszi szemétszedési akció évekkel ezelőtt, amiben a civileket, a településen működő szervezeteket és az iskolát is bevonták. Ilyen ügyesek vagytok, kesztyűvel zárom, kesztyűvel, úgy, ott is van még. A polgármester is jó példával járva elől a gyerekekkel együtt szedi a szemetet Zomba határában a közút mellett. A zombai általános iskolában működő zöldalma klub kezdeményezésére indították el a szemétszedési akciót. Évente legalább kétszer tisztítják a közút melletti részeket a településen áthaladó 65-ös út mentén. Több mint 10 év óta csináljuk mi ezt a szemétszedést, hulladékszedést. Itt Zomba környékén a közutakat szokták bejárni a diákok, illetve ehhez a csoporthoz kapcsolódik tulajdonképpen a felnőtt kör is. Tehát sokkal előbb kezdtük el, mint az országos TESZED akciót, hogy meghirdették, úgyhogy lehet, hogy rólunk vették a mintát, és azért csinálják most már országos szinten. De sajnos szükség van erre, mert annyi a szemét. És azt hiszem, hogy ezt nem kell senkinek elmondani, aki az utakon jár, az látja nagyon jól, hogy felelőtlenek az emberek, mindent kidobálnak, amit csak el lehet képzelni, még olyat is, amit az ember sokszor nem vesz szívesen a szájára, és eztől szeretnénk megszabadítani itt a környezetünket. Hál' Istennek van egy nagyon aktív kör a Zombai Általános Iskolába, az úgynevezett Zöld Alma Klub, akik évről évre járják, és nem csak a TESZED akcióban, hanem azon kívül is, hiszen ugye tavasszal megszokták hirdetni a TESZED akciót, de itt a zombaiak évente 2-3 alkalommal is. Tehát amikor a környezetünk megtelik szeméttel, mint aminek szemtanú is lehetünk, akkor elindul az a Zöld Alma Klub, és is szedi a szemetet. Az önkormányzat természetesen a háttér szolgáltatás megcsinálja, autót biztosít, szemetes zsákokat, meg mindazt, ami kell ehhez. És meg kell említeni azt, hogy a közbiztonságra is itt próbálunk odafigyelni, a helyi polgárőr egyesület, sőt a körzeti megbízottak is minden alkalommal kint vannak, és biztosítják a területet. Tehát nem engedjük ki a gyerekeket úgy a közterületre, és főleg ugye itt a 65-ös számú út mellett, ahol iszonyú nagy a forgalom, hogy elengedjük őket, és szedjetek gyerekek, hanem itt vagyunk mellettük. Hát az is van az, hogy 3-4 gyerekhez egy felnőtt behozta, tehát mondhatnám azt, hogy ez teljesen szervezett formában működik. És reméljük, hogy sokan rá fognak erre kapni, és valahogy próbáljuk azokat a felelőtlen embereket, akik ugye eldobálják, rábírni arra, hogy hát talán a tisztább környezetben nem folytatják ezt a tevékenységüket. Polgármester úr, lehet-e számadatokat tudni, hogy mennyi szemét szokott összegyűlni? Hát ez nagyon érdekes. Ki sem merem mondani. Volt olyan év, amikor 3-7 köbméteres konténerbe nem fért bele az a szemét, amit itt összegyűjtöttünk. És majd, hát nyilván a kamera nem fog végigjönni velünk, de nagyon sok olyan szemét is van, ami egy másik hulladékgyűjtési akciónak a mellékterméke, többek között a lomtalanítási, meg egyéb. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy amikor a településen vannak a lomtalanítási akciók, ott mindent kitesznek. És járják a falvakat, azok, akik gyűjtik a fémet, meg mindenféle elektromos hulladékot, ezt-azt-amazt, csak amit nem tudnak lehagyni, azt legkönnyebb kiszórni az útszélére. Hűtőszekrény, doboztól kezdve, mosógép, tehát ami nem fém, ez mindent kidobálnak. Úgyhogy ezekből is össze szokott jönni nagyon sok, és ami még nagyon sajnálatos, az, hogy a veszélyes hulladékok is. Tehát találkozunk akkumulátorral, az, hogy gumiabroncs, hát az rengeteg. Hát most is a gyűjtőhelyünkön, amit összeszedtek, ugye még nem tudtuk elszállítatni sajnos, amit összeszedtek, egy autónyi gumiabroncson lerakva. Úgyhogy egyszerűen ez észbontó, ami történik itt a környezetünkben, nagyon sok a felelőtlen ember. Hát most ezeknek próbálunk példát mutatni. A polgármester azt mondja, vannak, akik nem értik, miért szedik más után a szemetet. Igen, más szemetét szedjük, úgy gondoljuk, hogy ez a mi feladatunk. Lehet-e, hogy körülbelül hány kilométer szakasz szoktak bejárni egy-egy ilyen alkalomkor?
Ugye ez a hulladékgyűjtés, ez nem egy napra tevődik. Most elindultunk a mai nappal, ugye a február utolsó napjával, és ez egy-két hétig fog menni. Tehát mindig ilyen 10-12-15 fős gyerekcsoporttal, ahhoz kapcsolódóan a felnőttek. Hát az önkormányzat emberei ugye mindig itt vannak háttér kiszolgálóként. Végig szoktuk járni, ha úgy mondom, hogy gyakorlatilag a 65-ös csatlakozás, tehát a 6-os-65-ös csatlakozástól egészen Hőgyészig, a Bonyhádi utat pedig Bonyháttól ugye Zombáig meg szoktuk szedni a Felsőnánai bejárót, a Nagytormási bejárót, sőt, mi több Harc, Kölesd közötti szakasz meg tudsz szedni. Hát ezt összeszámolom, durván 30 kilométert bejárunk. Első nekifutásra most majd 5 kilométeren sikerült a közút melletti területekről a szemetet összeszedni a gyerekeknek és a civileknek még a Teszed akció előtt. Ismét Szekszárd adott otthont a Tolnatáj Televízió évnyitó rendezvényének, amely lehetőséget biztosította közvetlenebb eszmecserére a televízió munkatársai, valamint a politikusok és a gazdasági élet szereplői között. A Gyöngyi Tolnai Lajos Gimnázium akusztik zenekara adott műsort a Szekszárdi Vármegyeháza dísztermében a meghívottaknak. Évek óta hagyomány, hogy a Tolnatáj Televízió februárban évnyitó rendezvényre hívja a legfontosabb partnereit. Megnyitó beszédében Irén Dánovics István a televízió vezérigazgatója azt emelte ki, hogy a csatorna az idei évtől kiemelt figyelmet fordít a politika mellett a megye gazdasági szereplőire is. Ez lesz az egyik legmarkánsabb változás 2019-ben. Ez azt jelenti, hogy azt látjuk mi, komolyan fordítva a szót, hogy úgy a gazdasági szereplők, a kis és középvállalatok, a nagyvállalatok is, de akár a Pécsi Egyetem valamilyen szinten érzi annak hiányát, hogy a gazdaság, a Dél-Dunántúl vagy ennek a régiónak a gazdasága nem kap elég nyilvánosságot magában a régióban. Én most már több szereplővel beszéltem, kamerában, stb. Erről, sőt az egyetemmel is. Mi megpróbálunk ebbe a lehetőségünk határain belül segíteni, magyarul azt megtenni, hogy azokat a cégeket, azokat a vállalkozásokat, azokat a gazdasági folyamatokat, amik a régióban működnek, megpróbáljuk bemutatni. Pontosan azért, hogy megmutassuk azt, hogy az itt élő emberek számára itt is van perspektíva. Hogy a fiataloknak nem kell Pestre és külföldre menni, itt is el lehet helyezkedni, itt is vannak iskolák, képzési centrumok és nagyon jó munkahelyek. Az est minden évben kiváló alkalmat kínál arra, hogy a meghívott vendégek kötetlen formában beszélgethessenek a televízió munkatársaival. Nekünk, politikusoknak is nagyon fontos, hogy a médiában megjelenjünk, de én azt gondolom, hogy ez most már kevés, és ahogy itt vezérigazgató is mondta, hogy egy kicsit a gazdaságot jobban próbálják megkeresni, mi is ezt tesszük egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy egy kicsit a közszereplőknek és a közéleti embereknek, vagy a közéleti és a gazdasági szereplőknek is egy kicsit többet kéne találkozniuk, úgyhogy éppen ezért tartunk mi is rendszeresen évről évre vállalkozói fórumot, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy az egy dolog, hogy mi tesszük a dolgunkat, és erről akár a médián keresztül, akár a Tolnatáj TV-n keresztül tájékoztatjuk a lakosokat, de hát azért vannak más szereplők is a társadalomban, nem csak a lakosok, a polgárok és a politikusok, hanem van más is, és egy remek alkalom arra, hogy itt egymással is találkozzunk. A televízió munkatársai, a politikusok, a gazdasági vezetők, például a Tolnatáj Televíziónak a vezetőséget. A televízió évnyitóján a megye több településének polgármestere mellett az országgyűlési képviselők és az országos politika itteni szereplői is rendszeresen részt vesznek. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár most arról beszélt, hogy neki államtitkárként is kiemelten fontos, hogy napra kész legyen Tolna megyében és a választók körzetében élők mindennapjaival, ezért is vesz részt minden évben az évnyitó vacsorán. Aki a politikában van, a
az mindig arra kell a legjobban ügyeljen, hogy a helyi közösségben őrizze meg azokat a pozíciókat, amik biztosítják egyrészt nyilván az ő egyéni személyes sorsát, de ennél fontosabb az, hogy a közösségnek az erejét meg tudjuk őrizni. Tehát az együttes munka szerintem a legfontosabb az, hogy valaki államtitkár, miniszter vagy más rangban van, az időleges dolog. De az, hogy valaki mondjuk egy körzetnek a képviselője, az azt is jelenti, hogy szorgosan együtt kell dolgozni azzal a közösséggel, amelyik őt megválasztotta. És az a közösség csak akkor választja meg, ha egyébként ezt a munkát elismeri, meg számít is arra a képviselőre. Úgyhogy én ebből a szempontból is mindig fontosnak tartom azt, hogy az adott térségnek a képviselője mondjuk a térségbe éljen, ott próbáljon meg dolgozni, illetve a munkája jövő részét azért fejtse ki. Az idei évben a Tolna megyei önkormányzat volt a vendéglátó. Fehérvári Tamás, a közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy a helyi sajtó munkája nélkül az emberek nem értesülnének azokról a fejlesztésekről, amik a Tolna megyeieket szolgálják. Én úgy látom, hogy nem csak fontos dolog, hanem kötelességünk nekünk, megyei vezetőknek, elsősorban a megye, a megyei települések érdekében olyan módon működnünk, olyan módon dolgozni, hogy minden lehető eszközt felhasználjuk arra, hogy ez a kis megye a jövőben értékes eredményeket felmutató, fejlődő megye legyen. És az itt élő emberek jól érezzék magukat megyékben, hiszen nekünk van egy ilyen Itthon Tolnában című szlogenünk is, amely ezt akarja bizonyítani, hogy mi szolgálni akarjuk ezt az ügyet. Szeretnénk, hogyha mindig egy kicsit hozzá tudnánk rakni ahhoz a piramis alaphoz, amit elkezdtünk pakolni, hogy az egyes kis települések is fejlődjenek, a nagyobb járási központok is fejlődjenek, meg legyen az emberek közötti integráció, beszélgetés, programok, stb. És nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy az emberi tényezővel is kell foglalkozunk. Az egy dolog, hogy a tovább ennyi milliárd, annyi milliárd megépítjük, használják az emberek, örülünk neki. De nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy az emberek jól érezzék magukat ott, ahol élnek. Ehhez azért a körülményeket segítenünk kell biztosítani. Tudjuk, hogy nem vagyunk mindenhatók, és nem tudjuk ezeket. Személy szerint akár a megyei közgyűlés, akár a megye elnöke ezt biztosítani, hanem ez összefogás kérdése. A Tolnatáj Televízió vacsoráján késő estig beszélgettek egymással a meghívott vendégek és a csatorna munkatársai. A Fejlődés és Biztonság címet kapta az idei szekszárdi költségvetés, az előterjesztést elfogadta a közgyűlés. A költségvetés fő összege 20,5 milliárd forint, ebből a napi működés biztosított, emellett 13,5 milliárd forintot fejlesztésekre költhet a megyeszékhely. Szekszárdi Éves Önkormányzata elfogadta a 19. évi költségvetését. A Fejlődés és Biztonság címet kapta a 2019-es költségvetés. A fő összeg sose volt ekkora, 20 milliárd 544 millió forinttal vágnak neki az évnek. Ács Rezső szerint a fejlődés és biztonság mellett ez a nyugalom költségvetése is. Minden évben egy önkormányzatnak egyik fő feladat, olyan körülményeket teremtsen meg az adott településen, a gazdasági szereplők és a családok számára, amely megteremti azt a hátteret, hogy mindenki a saját dolgával tudjon foglalkozni. Tehát a gazdasági társaságok mondjuk megfelelő adókörnyezetben, gazdasági környezetben a munkájukra koncentráljanak, a családok ennek köszönhetően megfelelő egzisztenciával, munkájákkal rendelkezzenek, és hogyha mi az iskolai-óvodai fejlesztéseket hozzá tudjuk tenni, akkor a gyermekellátás feltételeit is biztosítottuk, és azt gondolom, ez a legfontosabb üzenet ennek a költségvetésnek, hogy ezeket mind-mind megteremtsük, és ha azt mondjuk, hogy a nyugalmat, biztonságot megteremtettük, akkor azt gondolom, hogy mindenki saját egyéni boldogulására tud koncentrálni, és ez lehet a legfontosabb, hogy a család boldogulására tud koncentrálni, és ez lehet a legfontosabb. A 20,5 milliárd forintból 7 milliárd megy majd a napi működésre, 13,5 milliárd forint pedig a fejlesztésekre. Ennek egy jelentős része a top forrásokat jelenti egyébként, amely elsősorban gazdaság fejlesztést jelent. Ez az ipari parknak a felújítását, a bíjparcsarnoknak az építését jelenti, útfelújításokat jelent, például a Gemencnek a megközelítését, a jelenlegi Kesés úton keresztül, úgyhogy annak a felújítása megtörténik, mellette kerékpárút építés, de magába foglalja a Sióvízi bázisnak a kiépítését, belvárosi utak, járdák felújítását, ami nagyon fontos,
pályázunk arra, hogy itt a belvárosban a szennyvízhálózat, vízhálózat egy jelentős rész, ami több ezer ember ellátását biztosítja felújításra, megújításra kerüljön, vagy esetleg cserére kerüljön. Tehát mind olyan beruházásokat szeretnénk megvalósítani. Vannak a nagyok, könyvtár, levéltár, úszoda, a sportcsarnok, amelyek a város jövője szempontjából fontosak, de azt gondolom, hogy oda kell figyelni a hétköznapokra és a mindennapokra is. Tehát egy biztonságos városi működést kell nekünk letenni, és ennek része kell, hogy legyen az is, hogy amikor például kisebb járdafelújítások, útfelújításokon döntünk, akkor odafigyelünk arra, hogy ez a város valamennyi területét érintse, és minden szexuális úgy érzi, hogy ez a költségvetésnek is a költségvetése, ő is úgy érzi, hogy odafigyelünk arra, hogy ők mit szeretnének, milyen igényekkel fordulnak az önkormányzathoz. Természetesen mindenkinek nem tudjuk megfelelően kielégíteni az igényeit az idei esztendőben, de azon vagyunk, hogy akár a vízhálózat, szennyvízhálózat, vagy például útjárdahálózatnak a teljes megújítása, felújítása következő években kiemelt feladat legyen. Az út és járda felújításokra a Városüzemeltetés címszó alatt elkülönített 872 millió forint ad lehetőséget, amit azonban a város inkább pályázati önrészként használna, hogy megtöbbszörözhessék ezt az összeget. Paksi Atomerőm alapítványához pályáztunk járda felújításra, reméljük, hogy ezt nyerni is fogunk. Még egy pályázati forduló az idejében valószínűleg lesz, ennek azért van jelentősége, mert ez csak járda felújításra fordítható. Ez azt jelenti, hogy 30 millió forintból, minimum 30 millió forintból járdákat fogunk majd megújítani és felépíteni. És gyakorlatilag a saját forrásunkból a városüzemeltetésből fogunk majd útfelújításokat megvalósítani, de mindezt úgy, hogy mondom, a város valamennyi területe érintett legyen. Természetesen ez a fő összeg, amely a városüzemeltetésben megjelenik, ez egy induló összeg, és folyamatosan követjük a pályázati lehetőségeket, ahol lehet pályázni városüzemeltetéshez kapcsolódó bármilyen feladatra, akkor a rendelkezésre álló összeget önerőként felhasználva ezt meg is tudjuk már sokszorozni. Bízom abban, hogy évvégére, hogy nem erről az összegről beszélünk városüzemeltetés kapcsán, hanem jóval magasabb összegről. A fejlesztéseknél továbbra is kiemelt terület marad a gyermeknevelési intézmények korszerűsítése és az alapegészségügy, így az orvosi rendelő felújítások. A szociális ellátásokra 130 millió forintot különített el Szekszárd, és emelték a jövedelemkorlátokat, hogy az emelkedő fizetések miatt ne essenek el az ellátástól a rászorultak. Molnár Kata jegyző a sajtótájékoztatón elmondta, Szekszárd költségvetése jóval túlmutat a kötelező tartalmi elemeken. Minden érintettel több körben egyeztettek, a kötelező feladatain túl pedig több önként vállalt kötelezettségnek is eleget tesz a város. Ilyen a már említett szociális ellátások egy része, vagy a civil szervezetek támogatása, ami a természetbeni támogatásokat is idevéve a 100 millió forintot is eléri. Hitel felvételét nem tervezik idén sem. Igyekeztünk figyelembe venni minden már meglévő vagy lehetséges fejlesztést, nem is bírnánk tovább, hiszen a másik fontos üzenet ennek a költségvetésnek, hogy nem veszünk fel hitelt. Az éven belüli finanszírozási problémák kezelésére természetesen folyószámlahitelt fogunk igényelni, de ezt december 31-én le kell nullázni. Tehát a városnak nem lesz hosszú távú hitele, és csak addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Tehát azokat a projekteket valósítjuk meg, amelyeknek az önerejét a helyi adóbevételekből például tudjuk finanszírozni. Úgyhogy ez a 20 milliárd, ez én azt gondolom, hogy egyfajta felső korlát, nem szeretnék ezen túlnyúlni, mert azt nem fogja bírni a város költségvetése anyagiakkal. Ennyi fért mai közéleti magazinunkba, tartsanak velünk legközelebb is, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra.